Sziasztok emberek! Az előző videó végén volt egy kis ugrás, ugyanis megint elfogyott ugye a tárhely a telómon. Felmerülhet a jogos kérdés, miért fogadlak benneteket innen? Visszajöttem ide, hogy felderítsem jobban ezt a részt, mert nem akartam elhinni, hogy itt azért vetődünk le 6 milliószor, hogy össz-vissza egy shortcutra bukkanjunk. Tehát itt nem is tudom, oda mentem a szélére annak a vacaknak, ott fent, ahol bejövünk, és le tudtam vetődni ide. Itt, ahogy átjöttem erre a kis platformra, itt bukfencezni kellett, mert már haltam meg, úgyhogy hát átsétálok, a faszt, nem. Tehát meghaltam itt vagy négyszer. Ja, és előtte Jahargulban összefarmoltam egy ilyen 4 szint lépésre elég lelket, Blood Echo-t, 45 ezeret, megöltem könyörtelenül mindenkit, tehát most 23-as, 23-as az Endurance és a Vitality. Ez most egy kicsit visszaadta az önbecsülésemet, ugye, amit a Dark Beast Parn előtti részen ugye elvesztettem, az most így visszajött. Hát... Most pedig lenézek erre, mert én hiszem, hogy itt még van elrejtve valami. Emberek, ezen a részen én itt nem is voltam még. Nézzétek csak, mit találtam! Mert ugye én szépen lejjebb mentem ott, ezt meg itt kihagytam. Na nézzünk el erre, ez... Faszom tudja, mi lesz itt. Ja, Attila, erről beszéltél te. Ja igen, ez a hely, ez teljesen ugyanúgy néz ki, mint a Hunter's Dream. Ezért is kaptunk achievementet. Jé! Hát akkor nézzünk itt még szét. Nem tudom, hogy lesz-e itt valami lámp. Utána pedig akkor megmutatom, hogy ahol ugye megállt a felvétel, ott mire jutottam. Kis ládika. Ah, oh, és itt van a Boba Fett, ezt nézzük már meg. Csak kicsit nézzük ki buzisan. A mai világba szerintem ez teljesen elfogadott. Na mindegy, hagyjuk is a francba. De legalább ettől jó kedvem lett. Fuhu. Old Hunter Bone. Consumable. Vagy kulcs. Tényleg meg sem néztem a Spark Hunter badge után, hogy mit kaptunk. Meg a gemstone-okkal se csináltunk igazából semmit azóta. The Art of Quickening speeds up. Speeds up rolling and quick steps. És tényleg, mintha gyorsabbak lennénk. Third umbilical cord. Nagy relikvia. Cord of the eye. Az umbilical cord az köldögzsinórt jelent. Ez egy harmad köldögzsinór. Egy harmad köldögzsinór. Lehet használni. Gyerekek, ennek úgy lenne értelme, ha találnánk még kettőt, és akkor lesz egy teljes köldögzsinórunk. És akkor azt megesszük a gecibe, mert milyen betegek vagyunk. És itt a baba. Ez tisztára ugyanaz, innen vették a Dark Souls 3-ba az ötletet a Dark Firelink Shrine-ra. Small hair ornament. Small plain hair ornament. Ez viszont valami kulcs fontosságú tárgy. Hát nem tudom, lehet ez a köldögzsinór, ez ilyen fontos dolog. De még nézzünk körül itt jobban. És illetve, hogyha már az ajtókkal ilyen nagy szerencsém van, akkor nézzük meg még azt a részt, ahol ugye kértek egy jelszót. Nem tudom, hogy volt-e valamelyik boss harc ugye az utóbbi három közül, amelyik így változtatott azon a tényen, hogy nem tudjuk a jelszót. Nézzük meg, talán próba cseresznye. Itt ez akkor ennyi volt. Nem tudom, hogy van-e még valahol ilyen beteg, titkos hely. Ja, meg előtte persze megmutatom nektek, hogy melyik lámpásra bukkantam ugye az erdőben. Ott végül is nem gyújtottam meg, mert hát igazából nem is tudom, miért, ne kérdezzétek. Grand Cathedral.
most már jóval körültekintőbben fogok kibelezni mindenkit ott az erdőben. Az, az igazság, hogy az a Dark Beast Parl az nagyon-nagyon fölhúzott. Nem értem, miért nem bírtam el vele egyszerűen. Pedig Dark Soulsból is a dodgyolás megy, meg minden. Mindegy. Végül is megöltem. De mondom, lehet azt is jóval későbbre kellett volna hagyni. Tehát már rájöttem, hogy a Bloodstarved Beast-et is be kellett volna iktatni a Vicar Amelia elé. Meg lehet azt az egész erdős részt, amit ott izé földerítettem utólag, az kellett volna a Dark Beast Parl elé. De mindegy, végül is jól jártam, mert lett egy rakat Bloodstone shardom. És hát igen, ezt hívják úgy, hogy Ludwig's Holy Blade. Azokat a zsákos faszopókat is olyan könnyen szétbombázom most már vele. Ja, illetve elkezdtem azon is gondolkodni, hogy fejlesszem-e ezt. Nézzétek csak meg, mit tudunk vele. Adunk rá egy ilyen kis lightningos cuccot is. Nem egy rossz dolog ez se. Így is ugye van még nálam 40 Bloodstone Shard. A large-ot, azt a 9 darabot, azt viszont most nem baszom el egy... mi a faszomra? Egy pisztolyra. Tehát a Hunter's Pistol az egyelőre jó így plusz 3-ason. Hát ha találok még valami komoly fegyvert. Még igazából a DLC-s fegyverekről bevallom őszintén, jó sok mindent hallottam, meg láttam. Most így névről nem jutnak be... nem jutnak eszembe, de... jó pár beteg dolog van ott. Kalapács, fűrész, tököm tudja mi, és... az arra inkább azért hagyom a kakaót. És akkor második menet. Ezt a retkes talpú kertészt is nyírjuk ki. Twin Bloodstone Shards. Hoppá. Maga kiváltképpen idegbeteg. Cursed Dirty Blood Gemstone. Azt szépen beleszaladtál, bátya. Ezeket a gemstone-okat is majd megnézem mindjárt. És hát igazából akkor, amit ugye elhagytam, pontosabban Attilától megtudtam, hogy elbasztam azt, hogy a kislánynak odaadtam a brost, szét kellett volna törni, és az is egy gyémánt lett volna a fegyverbe. Hát jó, mindegy, nem tudhatok én sem mindent. Nem játszhatok első végigjátszásra félistenként, egyik Dark Souls-ba se volt ez. És ha belegondoltok, aki nézte a legelső Dark Souls 3-as végigjátszást, és nem csak így a teljes bemutatónál lépett be, vagy a Dexesnél, hanem úgy ténylegesen az elejétől azért, az rájön, hogy nem 30 meg 40, hanem 70 rész kellett, mire kipörgettem, tehát tovább tartott, több halál volt, nem találtam meg mindent. Az NPC questekről nem is beszélve, ami a játéknak, az ilyen, egy ilyen Souls-like játéknak, Soulsborne játéknak, inkább úgy mondom, mert a Lords of the Fallen-ben ilyen nagyon komoly NPC questek nem voltak. Na, megjött a kertész is. Hát... Blood Echo-ba annyit adnak, mint a zsákos faszopók, de azok azért keményebbek. Ezt a Bone Marrow Ash-t lehet beiktatom ide Quick Use-ba. Anyád picsája. Meg... a Bolt Paper se lenne rossz. Meg igazából még a Molotov koktélt is már régóta nem használtam, és már hiányzik. Na, tehát igen, itt megöltem mindenkit, föl is szedtem mindent. És amiről igazából lemaradtatok, hát nem egy nagy újdonság. Amúgy azért lett annyi lelkem a Jahargulnál, mert a malackák is ugye 3200 per kopf annyit dobnak. Na és igen, egy ilyen gyökérláda ide került. Azaz! És így nem olvad porrá a gyökér, hanem így itt marad. Predátor-faember kombó. Na ezt itt kinyitottam és... Hemwick Chernel Lane. Szép, szép egy környezet. Az Undead Settlement se rossz a Dark Souls 3-ba, de ez ténylegesen nekem jobban bejön.
sokkal jobban. És mielőtt itt tovább mennénk, hát nézzük meg először is, hogy ebből tudunk-e szintet lépni, meg most már a gemstone-okat is, azokat is most már megnézzük. Azt a köldögzsinort meg egyelőre hagyom, mert az van egy olyan megérzésem, hogy az valami fontos tárgy lesz. Hand over small hair ornament. Tearstone. Hoppá, gold pendant. Ja, az a Vicar Amelia-i volt. Used to gain blood gem. Gold blood gem. Ezt kellett volna csinálni az a brossal is. Hát jó, majd második végigjátszásra. Tear blood gem. Na, most akkor nézzük meg szépen, hogy... miket kaptunk. Ludwig, Holy Blade. Attack vs. Beasts up. Mondjuk 13%-kal, geci. Mert nekünk most mi van berakva? 7 egét. Ez az 1,4-es, ezt ki kéne venni. Sőt, inkább ne szarakodjunk, vegyük ki az összeset. Ez mit tud? Fire Blood Gemstone. Ez olyan, mint hogy a Fire-be infúzolnánk a fegyvert. Hát nem hangzik rosszul, de ha megnézitek, elveszítjük a másodlagos sebzést. Meg ugye nem biztos, hogy minden ellenfél érzékeny a tűzre, tehát ezt nem ajánlom inkább. Tear Blood Gem. HP continues to recover plus 2. Hát jó, most jobb ötletem nincs, akkor rakjuk be ezt. Ide nem ezt, akkor ez 07, 11, 14, 73. Igen, 2,3, ezt bebasszuk, ide pedig ezt a Gold Blood Gemet. Szörnyek ellen ténylegesen több a sebzés. Nem rossz, nem rossz dolog, gyerekek. Meg a pisztolyba is nézzük meg. Ja, nem, ez a Blood Tinge Gemstone az, ami úgy jó. Király. Hé, és mi az a 4 slot ott a nevem fölött? Na mindegy, tehát most akkor a... 240 sebez így a fegyó. Ja, ezt nem mutatja így külön. Na mindegy, akkor ezzel megvolnánk. Ideig mindig kéne ilyen workshop tool. Szerintem az már viszont a rúnákkal áll összhangba, mert... ha megnézzük, abból is talál... aha! Ez meg olyan fegyverbe való. Ez se rossz. Ja igen, a shape miatt. Radial Waning Circle. Attól függ, hogy a fegyvernél milyen izét mutat. De csak ezek a, ez a kör meg az ilyen izé csillag alakúak a jók. Hát igen, akkor a többit azt sajnos nem tudjuk használni. A Soul Cleavernél is konkrétan ugyanezeket tudnánk. Na mindegy. A dungeont azt akkor egyelőre még skipelem, és akkor amit még, amire még itt kíváncsi vagyok. Na, megjelent a Graveyard of the Dark Beast. Hát... az csak egy shortcut volt ott Old Yharnamba, de mindegy, le van tudva. A kemény boss. Menjünk csak innen. Jól emlékszem, minden közelebb lesz az a jelszavas ajtó, talán összvisz kétszer voltam ott, amikor egyszer random megnéztem, meg ugye amikor legelőször mutattam. Azt még nem merem állítani, hogy a játék nehezebb, mint a Dark Souls, de mondom, feladja a leckét, úgy bekúrtak a mély vízbe, amikor elkezdtem. Az az igazság, hogy egy kicsit alábecsültem. És ezzel büntet a játék, hogy szívok egy-két bossnál. Mást nem tudok mondani. Na nézzük, hogy mennyivel sebzünk többet. Hát jó emberek ellen nem fogunk többet, a...
mindegy. Jó ez. Egy baszógép ez a kard, gyerekek, már most imádom. De már kéne találnunk Blaston Chunkot. A nagy embert még itt basszuk meg. Még egyszer. Így is jó. Két ilyen erős szúrásból megvan egyébként. Oké, okay, Blaston Shard jöhet. Ezeket még itt szokás szerint basszuk le. Nem. Hú, geci. Ezzel a mágikus szarjával még... Na. Ma azt hittem nem akarsz megdögleni. Na és hogy itt erre. Erre volt valahol az a... jelszavas faszombaszom ajtó. Ezt itt hogy hagyhattam el? Jó. Vagy nem? Nem erre volt? Hol a faszomba volt? Ó, mire azt is megtalálom. Valahol itt lesz a közelbe szerintem. Ezeket is hagyom most. Ó, emberek. Hát ezt itt még nem is néztem. Megöltem a két nagy embert. És itt mögötte volt ez az átjáró. Erről totál elfeledkeztem. Konkrétan elmentem mellette vagy kétszer is. Ah, igen, itt van Freddy. Azaz Alfred. Kainhurst Castle. Szóval neki van egy ilyen tage, aki csodál. Egyfajta boss, a Logarius vagy ki a tököm. Na és akkor itt, nézzük meg. Nézzük meg, hogy tudjuk-e már a jelszót, és ha igen, akkor hova kerülünk. Fear the old blood. Akkor a Vicar Amelia-t kellett megölni, mert utána volt az a cutscene. Jó tudni. És te ki a faszom vagy? Already dead. Hú, srácok. Ezt jó, hogy lecsekkoltam. Megmondtam őszintén, fingom nem volt, hogy... mi a tököm, hogy a Vicar Amelia triggereli ezt be. Mert utána volt az a cutscene, hát gondoltam, hogy nem csak annyi az egész, hogy akkor el tudjuk indítani a DLC-t, de... Ez is erdő. Ó, gyerekek, akkor sejtem, hogy mi van. Ez az egész erdő, az a Hemwick Chernel Lane, egy ilyen kurva nagy régi, olyasmi akar lenni, mint a Lords of the Fallen-be a Chamber of Light, csak hát sokkal nagyobb. Ott van Forbidden Woods. És hát két oldala van. Akkor azt hiszem, a következő bolyongós helyszínünk meg is lesz. Jézus Atya Úristen fasza. Ha fogalmazhatok így. Az igen, srácok. Az igen. Ez az. Hú. Hol lesz legközelebb? Lamp. Twin Shard. Nagyon jó. Ne hörgél, bátya, mindjárt úton vagyok. Valaki mellénk idehugyozott. Ha-ha-ha. Hajime. 1001.
Éjszaka meséi. Naum Break. Ó, lámpásokat szét tudjuk baszni. Hát egyelőre itt lámp nincsen. Már remélem, hogy lesz. Mert ez itt nem tűnik egy olyan... Azaz, te retekarcú! Megérte, kisfiam, megérte? És odérte 4000-et? Árok partján, döglött ló, én vagyok a locsoló. Ja nem, még mindig nincs az az időszak. Adept Blood Gemstone. Madman's Knowledge. Na, srácok! Akkor először szerintem erre jöjjünk, majd azt a Hemwig Chernel Lane-t, azt utána. Itt olyan tagok vannak, akiket úgy látom megéri farmolni. De így, hogy még mindig nincsen lámpa, így viszont szarban leszünk, szarba lesz a haza. Nagyon hamar. És ott lesz, pont ott van a lámpa, innen látom. Az igen, geci, csak meg kellett szólalnom. Nem, amúgy eszméletlen jó munkát végeztek a fromos fiúk ismételten. Ah, és itt a lámpa, igen. Mondtam, már így szokott korogni a gyomrom nekem is. Amikor nagyon durván éhes vagyok már. Antidote. Vagy antitoad. Nem, antidote, jól ejtem. Hoppá, és kapásból van egy shortcut. Na. Uraim, kérem szépen. Én akkor innen fogom a végig egyszer folytatni. Uraim és hölgyeim, hozzáteszem. Na szóval. Hát nem tudom, hogy itt mi vár ránk. A bosszon kívül persze, mert hát ugye normális, hogyha minden régióhoz tartozik egy boss. Meglássuk majd. Ludwig's Holy Blade ready for deployment, aztán csapatjuk.